én vár most rá. Már megint. Igen, már megint PGT tímet hallgat. Már megint! Ott leszünk azonnal. Hú. PGT tím vár most rá, csapatom végre, dobom már. Elek Robi! Sziasztok, Elek! Robi vagyok, és egy rettentő fontos kérdéssel indít... Kit nézel már megint? A kedvenc videósom, Elek Robit! Jaj, ne... Imádom őt, már 400 fiókkal feliratkoztam rá! Igen, anya, a tiéden is! Igen, gyermek otthon? Hát te szeretnék adni egy gyereket. Kedvenc streamerem live-ol, ez az! Asztok! Rendőrség, épp elrabolták a két okost! Menjenek gyorsan oda! Kivel beszéltek, kisfiam? Rendőrökkel, mert épp rabolták el a két okost! Ne! Honnan tudod, hogy nem volt előre megtervezve? Anya, hát miért lenne? Az internet a legmegbízhatóbb hely! Na jó, de ha a rendőrök nálunk cseng... Hé, de miért nálunk vannak a rendőrök? Le van tartóztatva. És te miért vagy itt? Felhívtam a rendőröket, mert éppen rabolták el a két okost. De komolyan elhitted? Szóval az a három sor, Zuzán, itt vagyunk, mint szereplők. Nem, mi nem Emidon vagyunk. Hát, dehogy. Szeretnénk tisztázni pár dolgot ezekkel a videókkal kapcsolatban. Egyrészt, egyáltalán miért készültek ezek a sorcok? Meglepő, de nem azért, hogy ebből a háromból majdnem 100 000 összmegtekintés legyen. Hanem azért, hogy viccesen megmutassuk, miért ne nézd ezeket a videósokat. Nyilván semmi valóság alapja nincsen, tehát nyilván nem fog betölni az FBI hozzád, de szerintem ez minden épeszű ember tudja. Szeretük volna megmutatni, miért utáljuk ezeket a videósokat. És persze nagy cél volt, hogy szórakoztató is legyen. Miért nem kerültek bele nagyobb videósok, mint például Alex Csigér? Értelmetlen lett volna egy közel 1 millió feliratkozós csatornát belerakni, mert akkor rengeteg halálba küldős kommentet kaptunk volna. Fogalmas is miért beszélek, többes szám, mivel én egyedül csináltam, szóval... Most én nem vagyok itt. Ezt egyébként így is sikerült, szóval nem is tudom, hogy mi lett volna, ha nagyobb csatornákat rakok bele. Nem lesz a folytatás esetleg. Nem hiszük, hogy lenne értelme még többet csinálni, egyrészt nincs több viszonylag kevés feliratkozóval rendelkező, alapból is mindenki által utált videós, akiről lehetne csinálni még. A másik, hogy unalmas lesz ezután a YouTube tartalomgyártás számomra, mivel rakétaként lövel ki a csatorna, és egy csomó olyan követőm lett, aki valószínűleg soha nem fogja nézni a videóimat. Szóval ez a videóval lezárul, az ezért ne nézz sorozat. Köszönöm, aki normálisan fogadta, még akkor is, hogyha szereti ezeket a videósokat. És így a végére, itt egy kis montás a remixekből, amik semmi oknál fogva csak a PGT tímes sorcon vannak.